Szervezetei energiabajnokságot hirdettek, amelyre 12-16 éves gyerekek küldhették be energiatakarékossággal kapcsolatos pályázataikat. A Reflex Környezetvédő Egyesület munkatársai Győr-Moson-Sopron megyéből 47 pályaművet értékeltek, és a legjobbaknak oklevelet és ajándékokat adtak át. A fiataloknak energianyomozóként és ökoépítészként kellett megfelelniük az energiabajnokság kiírásának. Pályázat célja az volt, hogy a gyerekekkel megismertessük a megújuló energiaforrásokat, illetve az energiatakarékosságot, energiahatékonyságot, hogy ilyen játékos formában tanuljanak lényegébe véve erről a dologról, és ezáltal valamennyire hogy a magukévá tegyék, tehát eszerint éljenek a későbbiekben. A zöldek szerint a 12-16 évesek rendkívül érdeklődők és fogékonyak. Fontos, hogy ebben a korban felhívják a figyelmüket a környezet szeretetére és védelmére. A gyerekek pályamunkáiban meghatározó szerepet kapott a takarékosság, sokan szeretnék megváltoztatni környezetük szokásait. Ne pazarják feleslegesen a vizet, áramot, és hogy használjanak kerékpárt. Az első helyzet pályamunkák részt vesznek az országos megmérettetésen, melynek díjkiosztója Budapesten 2000. június 5-én a Környezetvédelmi Világnapon lesz.